karácsonyi ünnepvárás időszakának egyik jele, hogy megkezdődtek az adventi kézműves foglalkozások. Tolnán, a kulturális központban várták azokat, akik otthonaikat asztali vagy ajtódíszekkel akarták szebbé tenni. Kis kézműves tanoda vezetésével kézműves foglalkozást szervezünk évente egy adventkor, karácsonyváráskor, és nagyon sokféle dolgot lehet készíteni, mindenféle díszeket, gyertyákat, koszorúkat, kis csizmákat, asztaldísz, ajtódíszek kerülnek ki a gyerekek kezéből. Felnőttek és gyerekek egyaránt részt vesznek a foglalkozáson. A városban több éves hagyománya van az adventi kézműves foglalkozásnak, ahol minden évben igyekeznek más-más jellegű tárgyakat készíteni. Az alapanyagot ezúttal is a magház biztosította, de voltak olyan résztvevők is, akik ehhez még a sajátjaikat is hozzátették. Az elkészült díszeket a résztvevők hazavihették. Minden évben jövünk a magházas karácsonyi kézműves szervezésre, hiszen ez mindenkinek nagyon jó, nagyszülőnek, gyereknek, anyukának, apukának. Itt mindenki megtalálja azokat a nagyon fontos, nagyon jó érzéseket. Ráadásul nem csak a családi összetartozást, hanem azt is meg lehet itt érezni, hogy itt mindenkit szívesen látnak, nagyon szívesen vesznek itt részt úgymond az alkalmazottak is ezeken a délutánokon, és mi most már itt vagyunk negyedik éve, én az unokáimmal, és most is már ahogy beléptünk, abban a pillanatban megtalálták azt, amivel ők szívesen elkezdtek foglalkozni, és olyan szép kis ajándék tárgyakat és olyan szép kis kedvességeket viszünk haza, hogy ez biztos, hogy minden megajándékozottnak óriási élmény, mert ők készítik a saját kezükkel.